93-tól 2000-ig egy fejlődő időszak jellemezte a céget, amikor egyre több gépet vásárolt, növekedett, kiépítette a minőségbiztosítási vonalát, és 2000-től léptünk be a járműiparba, de közvetett beszállítóként, úgymond rendszerbeszállító cégeknek kezdtünk el szállítani alkatrészeket. A 2013-tól lettünk közvetlen beszállítói az autóipari cégeknek, Tier 1-es beszállítóként, elsőként a Volkswagennek, majd a BMW-nek, most pedig a következő cél a Mercedes és az Audi beszállítóivá válni. A cég fejlődésében nagy mérföldköveket jelentett 2 évvel ezelőtti beruházásunk, amikor 4000 négyzetméterrel növeltük a termelőterületet, illetve 1 évvel ezelőtt újabb 2000 négyzetmétert oldottunk hozzá az öntöde csarnokhoz. Továbbfejlesztve ezzel a lehetőséget, hogy bővüljünk, több gépet, nagyobb kapacitást érjünk el ezáltal. Eleinte a középkategóriás géppark volt jellemző a Csabametára, ami jelentette a 200 tonnától 1000 tonnáig záróerővel rendelkező gépeket, és 2 éve nyitottunk egy nagyobb lépcső felé, amikor 2500 tonnáig záróerejű gépeket vásároltunk. Ezekkel a gépekkel elértük azt a szintet, amikor már tudunk akár egy komplett hengert önteni, egy motorblokk hengert, de váltóházakat, mozgólépcsőket és hasonló termékeket tudunk gyártani, mint már nagyobb felületűek és tömegű öntvények. CATIA-t 2 évvel ezelőtt vásároltuk meg a cégnek. BMW és a Volkswagennek a előírásai között szerepelt, hogy a CATIA rendszert kell alkalmazzuk a gond nélküli fácseréléshez. Sokkal több időnk marad arra, hogy valóban a tervezéssel foglalkozzunk, és ne a különböző részfeladatokra darabolódjon szét a munkaidőnk. Sokkal jobban tudunk erre rákoncentrálni, hogy egy adott problémára koncentráljunk, és ne pedig például importálási és exportálási feladatokkal úgymond elmenjen az idő. CATIA-ban hatalmas nagy előnyt jelent az, hogy hihetetlen rugalmasan bánik a rádiuszokkal, amikkel nekünk a korábbi szoftvernél elég sok problémánk merült fel. Mert rengeteg olyan rádiusz volt, amit egyszerűen nem tudtunk föltenni a darabra azzal a mérettel, amekkorában szükség lett volna. És nálunk az öntészetnél eléggé meg van követelve az, hogyha lehet minél nagyobb rádiuszokat föltenni egy felületre. Rengeteg időt nyertünk azzal, hogy megspóroltuk azokat a felesleges köröket, amikor a vevőnek el kellett magyaráznunk azt, hogy egy rádiuszt melyik részre szeretnénk felpakolni, mekkora méretű rádiusza. Ezt a CATIA-val meg tudtuk oldani, és tudtuk mutatni a vevőnek, hogy igenis mi ezt ide szeretnénk tenni. A bevezetésnél nagyon sokat segítettek a CAD-tervesek, egy komplex csomagot ajánlottak. Tehát nem csak arról szólt, hogy átadták a programot, beüzemelték és utána boldoguljatok, hanem egy intenzív, 1 hetes kezdő tanfolyamot is ajánlottak, amit a mérnök kollégával elvégeztünk, és így sokkal egyszerűbb volt az átállás az új programra. Az oktatás folyamán megmutatták a főbb lépéseket, hogy hogyan kell használjuk a rendszert, illetve utána is egy elég mélyreható segítséget nyújtottak, tehát bármikor fordultunk hozzájuk problémával, kérdéssel, gyakorlatilag azonnal tudtak nekünk segíteni.